reggeli személyünk, Csató Kata bábművész, a Free SF Egyesület elnökségi tagja, és hát nem állt meg ez a történet, az SF története folytatódik, méghozzá eléggé pozitívan. Jó reggelt kívánok, kezelj csokalom! Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit! Meséljen nekem, mi történik éppen? Tovább folytatjuk a tanítást, tovább folytatjuk a diákok fejlesztését, fejlődését, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy azok a hallgatók, akik nem szeretnének továbbiakban a Színház és Filmművészeti Alapítvány alá tartozni, ők is a tanulmányaik végén diplomához juthassanak. Mi nem vagyunk egy akkreditált intézmény, ezért segítséget kértünk és kaptunk. Egyelőre őt reméljük, hogy ez a szám még nőni fog olyan nemzetközi egyetemtől, akik az akkreditációs hátterüket, a hátterükkel segítve tudják biztosítani ezt a diploma lehetőséget. Most azon gondolkoztam, itt csak így a CEU felrémlett előttem, hogy megpróbálja-e majd megakadályozni ezt valamilyen módon a magyar kormány. Hát könnyen lehet, hogy azért tesz kísérleteket. Ez mennyire elfogadott, vagy mennyire általános ez a gyakorlat, amit most önök próbálnak itt megvalósítani? Ez egy egyáltalán nem elfogadott gyakorlat. Mi nem egy olyan szerződést kötöttünk, amiben két egyenjogú vagy hasonló akkreditált intézmény köt szerződést, hanem egyszerűen ezek a nemzetközi egyetemek a saját nemzeti jogszabályi hátterüket figyelembe véve, tehát különböző szerződés típusok készülnek. Vannak olyan egyetemek, ahol egy az egyben átveszik a hallgatókat, és a teljes akkreditációs felületet úgy tudják biztosítani, hogyha az összes kreditszámmal együtt úgy lesznek annak az intézménynek a hallgatói, hogy utána ott folytatják azokkal a tanárokkal, és ott szerzik meg a diplomájukat. Természetesen jelenleg ez a pandémiás helyzet olyban segít, hogy ehhez nem kell fizikailag is jelen lenni, hanem online is tudják folytatni az órákat, illetve a produkciók előkészítését, amik majd a vizsgamunkát, diplomavizsgamunkájukat fogják jelenteni, és a szakdolgozatírás is megtörténhet Magyarországon, és vannak olyan egyetemek, akikkel úgy tudtunk szerződni, ahogy a hallgatók egy úgynevezett különleges joghallgatói státusszal tagjai vagy hallgatói annak az egyetemnek, ami hallgatói státusz megengedi, hogy ő máshol folytassa a tanulmányait, és utána azokat a kereteket elismerve az egyetem be tudja építeni a saját rendszerébe, és utána egy formális procedúrán keresztül tudja ezt a különleges joghallgatói státusz normálok hallgatói státuszát tenni a legutolsó vizsga végén, és utána tudja megkapni a hallgató a diplomáit. Tehát ez minden egyetemben és minden nemzetközi vagy nemzeti jogszabályi háttértől függ, hogy kivel milyen módon Igen. Most azon gondolkozom, hogy így a nagy, szélesebb közönség mikor vesztette el a fonalat. Hát ugye egyrészt történt az, hogy a pandémia miatt ugye az objektumot el kellett hagyni. Tehát a fizikai, igen. Illetve utána volt egy rendkívül rossz ízű, hát legalábbis a kormány sajtóban rendkívül rossz ízű történet ugye a Damjanics utcai objektummal kapcsolatban. Azt azért egy picit ugorjunk már vissza, mert az egy kicsit nyitva maradt sok ember fejében, hogy ott, hogy mi is történt. Ott egyszerűen az történt, hogy megjelent egy pályázati felhívás, amire mi elindultunk egy épülettel kapcsolatban, ez a Damjanics utca 6 szám alatti épület. Ezt a pályázatot megnyertük, és amikor megnyertük és megkaptuk a kulcsokat, átvettük, akkor még aznap este, illetve másnap reggel megjelentek azok a információk, nevezzük információnak, mert félrevisszük a beszélgetést. Hát azok a konkrét direkt betámadások inkább azok voltak. Hát a zeneiskola részéről szerintem ez nem betámadás volt, hanem egészen kétségbeesés, mert hogy ők tényleg azt hitték, hogy az épület miattuk lett felújítva, és ezt ők fogják megkapni, és ennek volt utána egy következő lépésre ez a betámadás, amikor megvádoltak minket azzal, hogy mi egyszerűen szerettük volna ezt az épületet elhappolni a zeneiskola elől. Természetesen ez nem igaz, semmilyen szinten nem szeretnénk semmilyen akár állami, akár nem állami intézményt, oktatási intézményt pláne károsítani vagy rossz helyzetbe hozni. Így aztán most jelenleg továbbra is folyik az épületkeresésünk. Én nagyon bízom benne, hogy ez a következő hónapokban szintén megoldódik, és akkor mire vége lesz a pandémiának, vagy esetleg a nyár elindulatkora már tudunk egy konkrét helyszínre beköltözni, és ott tudjuk folytatni a tevékenységeinket. Mert hogy azért ezek között van helyigényes, tehát van, és speciális helyigényes tevékenység.
Hát nem lesz könnyű, az biztos, mert hogy azért itt nem elég egy egyszerű szuterén ahhoz, hogy ez működhessen. Igen. De hogy közben olvasom a neveket, hogy kik, mely intézmények vállalták ezt a segítséget. Ugye itt a Salzburgi Zeneművészeti Egyetem van az első helyen. Igen. Aztán a Ludwigsburgi Előadóművészeti Egyetem, Varsói Színművészeti Egyetem, a Verszkiói Színakadémia, és hát egy ötödik, amit nem tudunk most éppen ebben a pillanatban. Ez hogy történt? Ezt önök keresték meg őket, vagy ők már jelentkeztek, vagy hogy zajlott ez az egész? Illetve azt úgy tudom, hogy lesz még több ilyen. Igen, hát nagyon sok egyetemmel vagyunk kapcsolatban. Az az igazság, hogy ez egyik oldalról, tehát most gyorsan válaszolok a kérdés első felére, és aztán a másodikra, jó, a jövővel kapcsolatban. Az történt, hogy egy pár kollégánk megkereste az E-utca nevű szervezetet, ami egy nagyon nagy színházakat és egyetemeket, főleg színházi területen magába foglaló szervezet. Azzal a kéréssel, ez még az ősz folyamán történt, amikor az egyetemfoglalás tehát elindult már szeptemberben, ez a megkeresés megtörtént, és akkor elindult egy belső egyeztetés ezek között a iskolák és színházak között, hogy esetleg hogyan és milyen módon lehetne segíteni a mi helyzetünkön Budapesten, illetve az SFA-n, és vagy az SFA-val szemben az SFA-vel kapcsolatban hogyan lehetne lépéseket tenni. Ami nagyon pontos és biztos volt, és ami ezt talán nem tudom, hogy lassította vagy gyorsította, de mi folyamatosan azt képviseltük, hogy mi szeretnénk megtartani a tanári bázist, tehát hogy nem az a célunk, hogy ezeket a hallgatókat szétszórjuk a világ különböző pontjába, és ezzel kvázi letudjuk ezt a terhet. Önfelszámolás, igen. Hanem, hogy valami olyan folytatását ennek a 150 évnek, 155 évnek, amit a Színház és Filmművészeti Egyetem jelentett, és mindazt a tanári garanciákat, és mindazokat a tudásokat, amiket most egyelőre is, és egyre többen jelentkeznek, hogy szeretnének nálunk, hogy szívesen tanítanának, illetve órákat adnának nálunk, hogy ezt hogyan és milyen módon tudjuk tovább vinni a jelen körülmények között, és akkor erre született ez az opció. Mivel ez tényleg mindenkinek annyira új, és ezt most alakítjuk ki, az, hogy ez hova és milyen formában tud még a továbbiakban fejlődni, ezekre most még folynak a tárgyalások, és nagyon komoly reményeink vannak abban, illetve hát maga a nemzetközi egyetemek is ugyanezt élik meg, hogy ez a nagyon furcsa csavar, csak egy picit tisztába tegyem ezt a képet, ugye ezek az akkreditációs keretek nagyon komoly gátokat szabnak, főleg művészeti területen. Most mi egy nagyon felszabadult állapotban vagyunk, hiszen mi most nagyon sok mindent kipróbálhatunk, és nagyon sok olyan dolgot tudunk ebbe beemelni a jelenlegi oktatási struktúránkban, amit előtte nem tehettünk meg pontosan az akkreditációs korlátok miatt. Így aztán most tényleg egy nagyon izgalmas és egy mérhetetlenül nagy vonalú és egy nagy szabású folyamatnak vagyunk az elején, azt gondolom, és hogy ez hova fog még utána tovább menni, ez majd a következő tárgyalásoktól függ. Tehát, hogyha jól értelmezem, akkor itt nem arról van szó, hogy ezt a pár osztályt, ezt a pár a hanyadik éves hallgatót, hogy ezeket így átsegíteni, és egy ilyen kivezető eljárás keretében ide-oda elhelyezni, hanem hogy ez egy létező forma maradna, esetleg új belépőkkel? Igen, mindenféleképpen ez a tervünk, és erre keresünk szintén most megoldás részmény formában, és hogyan tudjuk jogilag is tisztán, és lehetőleg produktívan megtenni, illetve hát mi úgy hívjuk ezt a diplomamentés, annak indult, és aztán egyszerűen nagyon gyorsan szembesültünk azzal, hogy az összes többi hallgató, aki aztán majd ugyanúgy be fog lépni ebbe a diplomamentési korosztályba, hogy ötödéves lesz egyszer csak számukra ugyanúgy kérdéses, és ugyanúgy problematikus sok esetben a Színház és Filmművészeti Alapítvánnyal való együttműködés. Így aztán ezt tovább gondoltuk. És azt, hogy ezt hogyan tudjuk megnyitni a következő generáció számára, és hogyan tudunk majd újabb felvételéket kiírni, ez kell, ennek a tárgyalása folyik. Most is remélem, hogy nem sokára ezzel is tudunk előjönni, illetve tudunk olyan jó híreket mondani, hogy amiben már ezeket az új hallgatókat, vagy a leendő hallgatókat tudjuk megszólítani. Igen, azon gondolkoztam, hogy míg az első verzió az egy, hát az is egy emberes, tisztességes, de egy belátható vállalkozás, ez az utóbbi, ez nagyságrendekkel nagyobb. Tehát ez valami óriási vállalkozás így. Ez
szeretünk nagyot álmodni. Ah, az oké, okay. persze. Nem, csak úgy, én is imádom, persze, én is űrhajó akarok lenni, de hogy ez akkor viszont egy csomó ilyen járulékos dolgot igényel, hát kell állnó bázis, kellenek a megfelelő igen. termek, kell, igen. és kell iszonyatos mennyiségű pénz. Igen. Hogy erre van valami terv, hogy honnan lehetne ezt előteremteni? Mert én, tehát hogy is mondjam, hát most azt látjuk, hogy akiket sikerül megtörni, vagy akiket sikerül bedarálni, azokba így elkezd ömleni bele a milliárd és a milliárd. Nagyon érdekes módon, ugye, hogy az ELTE meg a Corvinus milyen érdekes módon kimaradt ebből a dologból, magam sem értem miért, de hogy ez azt jelenti szerintem, hogy viszont itt, tehát állami pénz semmi másra nem mehet. Tehát itt ez le vannak zárva a csapok. Hát önök felé meg különösen. Hát ez már az elején látszódott, hogy mi nem is gondolkozunk magyar akkreditációban. Uh-huh. Tehát semmiféle olyan jogi és hivatalos utat nem szeretnénk addig megjárni, vagy meg elindítani. Teljesen tisztában vagyunk ezekkel a lehetőségekkel. Mérhetetlenül hálásak vagyunk minden olyan támogatásnak, amit akár magánemberektől, akár szponzorútól, akár cégektől kapunk. És igen, hát még ennek az egész kampánynak az elején vagyunk, és ennek a pénzítési folyamatnak az elején vagyunk. Igen, nagyon-nagyon sok pénzre lesz szükségünk, úgyhogy ki kell dolgoznunk erre, és valamilyen olyan tervet, amivel egyrészt nagyon transzparensen tudjuk azt mutatni, hogy mibe és hova folyik be ez a rengeteg pénz, és hogy ez hogyan lesz felhasználva. Erre ez az egyesületi forma azt hiszem, hogy nagyon pontos és nagyon átláthatóvá tesz ezeket a folyamatokat. Valamint iszonyú hálásak vagyunk, mert már most nagyon sok olyan külföldi fesztivál meghívást kapunk, és olyan helyekről jönnek visszajelzések, hogy a hallgatóinkra mérhetetlenül kíváncsiak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez még ennek a történetnek nem a vége. Igen, ez egy mérhetetlenül nagy felelősséggel járó dolog, hogy ezt jól csináljuk, és ne roncsuk el, mi oktatók se. Hát igen, pont azt akartam mondani, hogy a másik része meg, hogy a felelősség azért egész más, ugyancsak nagyságrendekkel nagyobb lett, de hogy a másik, ami jár a fejembe, hogy ugye hát az nyilván, hogy nem ad, tehát pozitívan nem járul hozzá ez a folyamathoz a kormány, vagy a magyar állam, de hogy negatívan viszont hozzájárulhat, tehát elkezdődhet egy kiszorítósdi, elkezdődhet azoknak a finom presszió alá helyezése, akik esetleg támogatók lennének, tehát így a CEU esetében láttuk ezt a végtelen visszataszító folyamatot, illetve itt is kibontakozott az SZF-nél. Tehát egy ilyenre esetleg számítanak, hogy ezt ja, hogy nem magyar akkreditáció, és akkor megpróbáljuk már fizikálisan is kiszorítani az országból ezt az intézményt? Nem szeretnénk kiszorítani. Azt hiszem, hogy abból a szempontból nagyon hálásak vagyunk, hogy művészeti tevékenységet bárhol lehet végezni. Uh-huh. Ez nem kormányfüggő, és nem azt gondolom, hogy nem kell ez olyan hozzájárulása semmilyen hivatalos szervnek. Én abban biztos vagyok, és talán az volt számunkra egy nagyon nagy felismerés, hogy ténylegesen ezek a nemzetközi egyetemek ezeket az oktatókat mennyire magasan elismerik, és hogy mennyire szeretnék, hogy ezek az oktatók továbbiakban tudják ezt a típusú tevékenységet folytatni. És egyszerűen muszáj egy olyan felületet biztosítani, ahol ezek az oktatók tovább tudják adni azt a tudást és azt a tapasztalatot, amivel rendelkeznek, és nem, és a másik oldala, amiről számunkra ez a történet szól, az pedig az egyetemi autonómia. Tehát mindez, ami elindult már, most már nem sokára, másfél évvel ezelőtt, vagy két évvel is talán mondhatom, ez az egész őrület a rektorválasztástól kezdve az egyetem foglaláson keresztül a sztrájkunk, tehát bármilyen elemét kiemelhetem ennek a folyamatnak, mind, főleg az egyetemi autonómia körül járt, és erre, ami kialakult belső rendszerünk, a bázis demokratikus fórumoktól kezdve, hogy hogyan próbáljuk most ezt a struktúrát felépíteni, hogy hogyan próbáljuk ezt akár oktatási metodikán keresztül is érzékenyíteni. Azt gondolom, hogy ez mind egy teljesen más jövőkép felé mutat. Tehát nekünk most nem szabad megállni, egyszerűen nem lehet azzal foglalkozni, hogy milyen bajokkal fogunk szembenézni, jönnek majd a bajok, biztos vagyok benne, akkor majd megpróbáljuk megoldani, de addig muszáj ezt az egészet töretlen hittel és odaadásra tovább vinni. Én visszatérve még erre az öt intézményre, aki vállalt ezeket. Ugye itt ezt olvassam közben, hogy ez nem jelent fizikai kimenekítést, hogy talán pont ön írja. Tehát itt nem az fog történni, hogy a hallgatók ezek az egyetemekre járnak majd, hanem hogy ez hogy lesz pontosan? Hát ez így lesz pontosan, hogy Budapesten folyik továbbra is az oktatás, uh-huh. és ezeknek az alkotási tevékenységeknek, vagy alkotói tevékenységeknek a létrehozása.
És utána pedig ezeket a vizsgákat, tehát minden olyan vizsgát, ami esetleg mondjuk egy előadással, akár filmmel, akár színházi előadással zárul, azokat szeretnénk megmutatni, és szeretnénk eljutatni ezekhez az egyetemekhez, akik befogadták a hallgatókat. Ha sikerül, akkor személyes jelenléttel, ha nem sikerül, akkor egy felvételen keresztül. Valamint azokat a vizsgákat, amiben szükséges, tehát például egy olyan záróvizsga, vagy egy olyan szakdolgozatvédés, vagy nehogy Isten egy doktori védés, amihez egy olyan bizottság felállításra szükségeltetik, ami az adott vagy fogadó intézmény részéről személyes jelenléttel, tehát hogy ők is delegálhatnak, vagy szeretnének delegálni oktatókat, professzorokat, tanárokat, akkor természetesen ezt is megoldjuk, és akkor egy közös grénum előtt lesz majd akár annak a szakdolgozatvédésnek, akár annak a doktori dolgozatnak a védése. Nem vagyok híve a sztárkultusznak, és már előre elnézést kérek az összes önfeláldozó tanártól, aki, hát, ahogy jól tudom, ingyen vállalt az oktatást, és most segít, és csomóan újan beléptek, de azért a Tar Béla megjelenése ebben a történetben az elég jól jött. Tehát az egy nagyon erős hangsúlyt adott hirtelen ennek az intézménynek. Igen. Hogy sikerült őt rávenni, hogy egyetem vissza, mert ő aztán tényleg elvonult a világtól, ő befejezte a kommunikációt, hogy sikerült őt aktivizálni? Ő maga jelentkezett, nem mi kerestük. Őrület. Ő akkor, amikor az egyetem foglalás alatt őrt álltak alkotók, és nagyon komoly művészek, akkor ő is jelentkezett, hogy szeretne őrt állni, mert neki is fontos ez az ügy. És ott elkezdett beszélgetni a hallgatókkal, és egyszerűen azt mondta, hogy most ebben a generációban és ezekkel a hallgatókkal nagyon szívesen együttműködne, mert azt látja, hogy ez a gondolatiság, ami mögöttük van, és az a fajta életszemlélet, az számára is ad egy olyan löketet, hogy igenis szeretné ezt folytatni. Így aztán felvettük fel a kapcsolatot, és igen, nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki. Csak nézegettem egyébként a névsort, hát az eléggé brutális. Tehát ezt azért most, ha megengedi, azért egy picit szemezgetnék. Nemes Jeles, László, Tar Béla, Enyedi Ildikó, Rév Marcel, Frigau Benedek, Mudrucó Kornél, Hajdú Szabolcs, Ragály Jelemér, Horváth Lili, Kende János, Petrányi Viktória, Szilágyi Zsófia, Gazdag Gyula, most nem szabad szemezgetnem, most nem muszáj felolvasnom, mert megsértődnek. B. Marton, Frigyes, Herendi Gábor, Pohárnok Gergely, Szász János, Pálfi György, Földényi F. László, Gigor Attila, Báron György, Mátyás Járon, Gábor György, ja, ő kettő, Herbai Máté, aztán Csákvári Géza, Reinerem János, Nádasdi Ádám, Csáki Judit, esetlegesen Radnóti Sándor, Aser Tamás, ugye, akik visszatérők, Aser Tamás, Németh Gábor, Kárpáti Péter, Upor László, Fullajtár András, Sulce Éva és Kovács D. Dániel. Hát ez egy elég jó kis névsor, tehát ez azért és bárki. Ez nem teljes, mert ez egy kis várogtatott hír, de ide tartozik még Schilling Árpád is, mondható a nevét, és még nagyon sokan mások, akik jelezték. Én azt gondolom, hogy tényleg egy olyan színvonalú oktatói gárdát sikerült most magunk mögé állítanunk, akiért plusz felelősséggel tartozunk, hogy tényleg ez az oktatás olyan minőségben történhessen meg. Igen, ráadásul gondolom, hogyha próbálkoznának, vagy egyáltalán felvetnék a lehetőséget, akkor ez egész Európában, tehát egész Európából sikerülne bevonzani embereket és neveket, bár most nem ez az elsődleges cél. Viszont akkor ez arra is felhívja a figyelmet, hogy azért ez párhuzamosan zajlik két dolog. Az egyik ez a keressük, megyünk előre, a másik pedig az, hogy azért zajlik itt egy eljárás, az Alkotmánybíróság döntést fog hozni, tehát nem kizárt az sem, hogy kinyílik egy ajtó vissza. Nagyon örülnénk neki, természetesen. Ez is az első számú céljaink között volt, hogy ezt az egyetemet visszakaphassuk. Igen, ez érdekes, mert most mi a március 15-i megemlékezésünket pont a visszafoglalás köré, a visszaszerzés köré építettük fel, hogy hát milyen más, hogy itt a kokárda, a nemzeti színű zászló, a himnusz, meg minden, így egyszer csak itt átkerült az egyik térfélre, holott az úgy emlékeztünk rá, hogy közös. A színművészeti, vagy színművészeti egyetem is, hát azért nem hiszem, hogy olyan nagyon egészséges lenne ez a párhuzamosban, hogy van a nemzeti filmművészeti egyetem, meg a nem nemzeti, már csak önmagában azért is, mert teljesen felesleges, de hogy akkor tehát van lebeg egy ilyen cél, hogy esetleg hát mennyi esélyt ad erre, hogy sikerül ezt a folyamatot visszafordítani? Nem a folyamat, annak nagyon sok esélyt adok, hogy ez a bíróságon, ha nem is itt, akkor Strasbourgban egy pozitív kimenetele lesz. Annak, hogy ez egyenesen arányos lesz azzal, hogy visszakaphatjuk az épületet, és esetleg vagy magát az egész oktatást, és a modellváltást ellehetetlenítik,
arra nem látok túl sok esélyt kiindulva az előző pár évek jogi gyakorlataiból, de nyitottan állok, tehát tényleg egyszerűen mindennyien azt fogalmaztuk meg, hogy muszáj minden lehetőséget folyamatosan életben tartani, és végig gondolni, hogy hogy és mit kell akkor tennünk, hogyha ne hagyj Isten egy ilyen hírt kapunk. Két hónapon belül. A másik érdekes vonatkozásának az egész történetnek az, hogy hát hogy is mondjam, azért elég erősen exponálták magukat emberek bizonyos pozíciókba, amit hát nem is tudom, hogy lehet ezt feldolgozni, vagy elfelejteni, vagy összemosni. Én arra emlékszem, hogy azért színházakban dolgoztak együtt annak idején, mit tudom én, olyan politikai szerepet váló liberális színészek, mondjuk egészen brutálisan az állam függésében dolgozó rendezőket. Tehát ezek dolgoztak, de azért végig ott volt ez a dolog, és most azért még élesebben, még durvábban jelentkezett, hogy ezeket hogy lehet? Mert ezeket nem szabad megtartani, vagy nem lehet gyűlölködni, nem lehet azt mondani, hogy akkor én mostantól Szarvas Józseffel nem lépek színpadra, stb. Ez nyilvánvalóan nem működik, de hogy azért ez egy nagy-nagy munka lesz, tehát a pszichológusok dolgozni fognak. Hát egyik oldalról természetesen azt a generációt is mérhetetlenül nagyon érinti, de ugyan még hangsúlyosabban szeretném aláhúzni, hogy a hallgatókat, tehát ez egy olyan megosztás, és az, hogy tényleg ez a generáció, akik végigcsinálták ezt az egész egyetemfoglalást, így mérhetetlenül próbálunk arra vigyázni, és tényleg nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a közösséget, ezt ne hozza meg ez a történet, hogy ki az, aki bemarad, ki az, aki esetleg úgy dönt, hogy ő szeretne egy diplomát szerezni, vagy ki az, aki azt mondja, hogy nem szeretné az SZFA-val továbbiakban folytatni a tanulmányait, hogy ez ne legyen utána egy olyan bélyeg, egyik pro-kontra, tehát egyik oldalon se. Az idősebb generációt természetesen abszolút mértékben ugyanígy szeretném sorolni, csak azt gondolom, hogy plusz felelősséget tartozunk, ha már a felelősség hegyében beszélgetünk a mai nap, vagy mai reggelen. Azzal kapcsolatban, hogy a következő generációk ezt a típusú törésvonalat ne vigyék tovább. Tehát egyszerűen nem szabad tovább görgetni ezt a konfliktust, és nem lehet, hogy ez az árok még mélyebb legyen, mert egyszerűen tényleg nem fogunk tudni ebből soha felállni. Hát, vannak kétségeim, de ez nyilván azért, mert öreg vagyok, hogy valaha ez elmúlik ez a történet, de egy iszonyatos nagy hozadéka van ennek az egésznek, így zárásképpen, hogy nekem ugye visszatérő motivumom volt az, hogy a magyaroknak nem a szabadság hiányzott, hanem a benzinkutaknak kapható milkacsoki annak idején, és hogy az egész úgy zajlott le, hogy volt egy elhanyagolható kis törpe minoritás, akinek tényleg hiányzott a szabadság, de aztán a többiek is átvették a jelszavakat, de hogy most meg közben pont azt tapasztaltam az SZFE kapcsán, hogy az autonómia, ugye? Hát megint azt mondtam volna, hogy de, hogy nem autonómia kell ezeknek a srácoknak, hanem jó bulik. De hogy közben meg azt meglepett, hogy hát nem. Tehát, hogy nekik fontos. Tehát tényleg, soknak, többségnek. És ez egy ilyen nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el, komolyan mondom, úgyhogy én ebben a generációban azért hát szerencsére nem kellett, hogy csalódjak, és így nagyon borzasztóan tisztelem őket emiatt. És ugyanezt éreztette Tarbéla is, meg az összes többiek, hogy na ezért a generációért most érdemes egy kicsit tenni. Igen. Ja, hogy igen. Hát igen. Nagyon szépen köszönöm csatókat a bábművésznek. Kezelj csókolom, minden jót kívánok. Viszont hallás.